A sajtótájékoztatón Michael Wallace Benek nuncius hivatalos bejelentésében emlékeztetett a Szent Szék és hazánk közös múltjára. Felidézte az 1000 éves kapcsolatot 102 évvel ezelőtt a modern diplomácia szintjén is megerősítették. Szent II. János Pál pápa 1991-ben és 1996-ban járt Magyarországon, ennek is köszönhetően. Hazánk azon kevés országok egyike, ahol kétszer is járt a Szent Pápa. Ferenc pápa pontifikátusának 41. útja hazánkba vezet, és Olaszországon kívül Magyarország az egyetlen, ahol kétszer is megfordul a Szent Atya. Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek felidézte, Ferenc pápa már a 2021-es Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus budapesti miséje után a repülőtérre menet jelezte, hogy szívesen visszatérne Magyarországra. Míg korábban egy nemzetközi eseményre érkezett, most a magyar közösségnek szóló lelkipásztori látogatást tesz. Ferenc pápa a világi előjárókkal is találkozik, látogat betegeket, szerzeteseket, menekülteket. A Szent István Bazilikában papokkal, diakónusokkal, papnövendékekkel lesz együtt. A fiatalsággal a Pap László sportarénában lesz közös programja, és szentmisét mutat be a Kossuth téren. Idei utazás alkalmával ez lesz a lehetőség, nem külön személyes találkozókra, hanem egy ilyen közös együttlétre. Bízom abban, hogy mindez így együtt egyfajta lelki ösztönzést, egy új indítást fog adni az egész hívő közösségünknek, és talán az egész magyar népnek. Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke az esemény logóját ismertetve elmondta, Magyarország legelső hídjára, a Lánchídra utaló ábrázolás színei a Vatikánt és a magyar trikolort jelenítik meg. Háttérben az eukarisztiát, a világot a megváltás szimbolizáló kör alakzattal. A híd az emberek közötti összeköttetést is jelenti. A kör bal oldalán feltűnő kereszt Ferenc pápa 2021. szeptember 12-i budapesti beszédére emlékeztet, amelyben azt kívánta, hogy legyen a kereszt híd a múlt és a jövő között. Nagyon fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az egész ország meglátogatására jön a Szent Atya, ezért igyekszünk minden egyházmegyét, minden egyházi szervezetet, szeretes közösséget megszólítani, és a delegációkat úgy összeállítani, hogy minden egyes alkalmon minden magyarországi érintett csoport legalább delegáltakkal részt vehessen. Veres András hozzátette még, remélik, hogy a Kossuth téren tartott szentmisén minél nagyobb számban lesznek jelen a hívek a közös imádságban.